A diákok 2-3 fős csapatokban tudtak jelentkezni a versenyre, melynek során gazdaságtani, matematikai és történelmi kérdéseket kellett megoldaniuk. A családban zöldművesek vagyunk, és akkor úgy gondolom, hogy nem lenne felesleges egy közgazdász a családban. A felkészülés hetekkel korábban, a téli szünidő után vette kezdetét. Volt, aki már nem először jelentkezett a megmérettetésre. A felkészülésnél főleg legnagyobb részt én a matematikából próbáltam nekik segíteni, mert ugye volt a történelmi rész, és volt egy kis pénzügyi rész, ők azt nagyon ügyesen olvasgatták, és utána néztek a dolgoknak. A matematikából egy kicsit megpróbáltam őket, például százalékszámítás és ilyen hasonló dolgokat gyakoroltunk velük. A házigazda iskola tanulói műsorral is készültek a versenyzőknek. A rendezvény a továbbtanulás szempontjából kiemelt fontosságú, mivel a tanulóknak a feladatok megoldása mellett alkalmuk nyílt közelebbről is megismerni az iskola működését. Ennek a versenynek az egyik célja az, hogy a pénzügyi tudatosságát fejlesszük a gyerekeknek mindenféleképpen, illetve bevezessük őket a közgazdaságnak a világába, hogy hogyan működik, mik az érdekességei, mik a kihívásai, és természetesen ezt olyan szinten kell velük ugye ismertetni, hogy meg is értsék. A legjobban teljesítő csapatot értékes nyereményekkel jutalmazták.